Balog, Remél és Barta is ott van, ezt most le fogják gurítani. Azt magyarázzák a paksiak, hogy túl közel van a sorfal, de már rég el kellene végezni, mert már megvolt a sípszó. Reméli, szép kombináció, Balog laposan be, ott a harmadik. Micsoda szabadrúgás kombináció, Hán János duplázik a 63. percben, 3-0-ra vezet a Paks. Remek kombináció végén, Balog középre és Hánról megint lemaradnak. Na, jól láttam, most a csereként beállt Egerszegi volt az, aki nem tudott jól pozíciót felvenni Hán mellett. 3-0 tehát.